Miért isszák az angolok tejjel a teát, miért hasznos egy kis kertben kecskét tartani, és hogyan alakítja valaki sorsát Bach zenéje, ha alakítja. Kevés hiteles személyiség lehet-e látszólag összefüggéstelen kérdések pontos megválaszolására. A botrányos sikerek és a sikeres botrányok virtuóza, Varnus Szavér, orgona és életművész azonban, mint mindig, ezúttal is frappáns magyarázatokat ad majd. Mindenre van egy történeted vagy hasonlatod? Hát, mint látjuk, igen. De hát azt hiszem, ez becsülöd is bennem. Jó, hogy mindjárt minősíted is magadat. Műsorunk eheti vendége semmilyen szabályt és hagyományt nem tisztelve építette pályafutását. Kritikusainak és rajongóinak száma összevethetetlen, gondolatai az életről, a sikerről, a bukásokról, barátokról és az elmúlásról úgy zuhognak ránk, mint hangszerének harmóniái és diszharmóniái. Olyan furcsa lesz, amit mondok, hogy én most egy miatt nagyon irigyellek téged. És ez nagyon-nagyon furcsa lesz, amit mondok. Irigyellek téged, hogy te tudítottál anyád elvesztésén. Mert én ebbe bele fogok dögleni. A mai beszélgetés épp úgy nem hasonlít az eddigiekre, mint ahogyan az eddigiek sem hasonlítottak egymásra. 10-12 év beszélgetési szünet után volt mit mesélnünk egymásnak. Aludj csak nyugodtan tovább. Megérkezett. Milyen lenne, ha tulajdonképpen mind a ketten itt aludnánk végig, és ilyenki buborékokban megjelenne, amit gondolunk és álmodunk a másikról. Soha életükben... Annyit késtél. Te is. Én ne. Én itt voltam időben. Én már itt vagyok órák óta. Egyébként az... Mindenhonnan késem? Mindenhonnan. Késés a művészek udvariassága. És egyébként ráadásul roppant relatív, hogy mihez képest kések. Nem? Hát ahhoz képest, hogy 10 éve nem találkoztunk. Legalább. És soha nem fogtunk régen kezet. Hát most kezet fogtunk? Most igen, olyan furcsa volt. Mert te jöttél felé, miért tolattál? Igen, csak most én meg akartam mosni a kezem. Miért? Hát mert általában, amikor az ember érkezik, megmossa a kezét. De mivel te a kezed... A vendégségben, ha érkezel rögtön oda, kez. Hát az utcakoszát csak nem hozom be egy házba. Hát lehet, hogy te ezt csinálod. Miért te egyébként... Hát mi megérkezem, kezet fogok, leülök. Nem az, hogy elnézést, hol van a fürdőszoba, mert kezet mosnék. De akkor kezet mosatok végig. Nyugodtan, mossál kezet. Jó, köszönöm szépen. Hát komolyan egy kosárkával érkeztél? Vigyázz be, de értékes kínai darab. Értékes. De semmit nem változtat. Úgy egyébként küllemre, igen. Igen csak. Azért ne kezdjük ennek a bontszolgatásában bele. Jó. Szemtelen vagy. Hát nem szemtelen vagyok, csak én nem tudom, hogy előnyödre vagy hátrányodra változtál. Várj, mindenki a hátrányára változik nyilvánvalóan. Hát figyelj, hát azért a klasszikus elv szerint az ember 30 éves koráig álmokat sugal, utána nevette. Hát ez, azt mind a ketten így vagyunk egy ideje, nem? Az én nevemben te csak ne beszélj. Majd beszélj a sajátod. Beszél a nép. Beszél a nép. Mit hoztál ide? Én nagyon fölkészültem. Tessék. Igen? Hát kérlek szépen, szóval angol teához nem lehet akármilyen. Angol tea? Persze, azt fogunk kéni. Most majd tudom, hogy megint beszólsz, csak azért, mert nem tud elolvasni. Nyugodtan vett fel a szemben. Ez kínai. Azt megismerem a mintázatáról. És nézem, ugye? Igen. Gondolom, ez időszámításunk előtti igen. Második évezredből való. A Changyang dinasztia korából szerint. Gondolom, neked csak ilyen lehet. Nem is volt ilyen a Changyang dinasztia, hogy beleegyeztél. Hát mit tudom én? Olyan könnyű szerek kitalálsz bármit, hogy mit tudom én? Az mi? Terítő. Ez mi? Pálinkácska, a saját barackokból készült, de én magam nem csinálom, mert nem ismerem a módját. De úgy átszorítottad, hogy véletlenül se tudjuk belőle egy kortyot se inni. A fizikai erőd azóta se nőtt meg. Jaj, mert hát a tiéd mindig arról voltál híres, mint a példa mutatja. Szebben veled én még azért legalább valamennyi fizikai munkát végzek. Mi, hogy leütöd a billentyűket? Ó, micsoda nagy munka. Igyálsz. Azért tényleg most magamba igyam. Ne, húzd meg te. Töltök meg kell. Semmi között hozzá természetesen, betöd a boltba, csak beletöltötted. Hát ismerlek. Tényleg az én barackfám. És ott csinálod? Elviszem valakinek, aki megcsinálja. Hú, ez jó. Ez tényleg jó. Ez mi? Egyenesen von Vienna. Bécsből? Zahertortácska. Elmentél?
De akkor miért nem hoztál nagyobbat? Kedvedbe akartam járni 10 év után. Hú, azt nagyon szeretem. Nem néztem meg a koleszterin eredményeidet, de minden esetek megetted a felét. Sajnos magas. Tényleg? Kérdez, hát miért, mert te nem méreted, neked is magas lenne. Na jó, hát akkor csinálunk egy kis szendvicset hozzá. Látom, hogy gyönyörűbe rendezted a képeket. Ja, itt vagy a fotókkal, igen, az igen, a... igen. Az ott, az jól kezdődik, az rém úr is. Két fenék. Az a két fiam, másik oldalról. Persze, hát az a... Ezt félreértettem. Igen, nem, a következő történet, hát nézd meg, ugyanennek a képnek, hogyha jól láttam volna, van egy másik verzió, és valahol láttam, igen, ott a másik oldalon. Ez kérlek szépen a kettő között, a két fotózás között körülbelül 10 perc telt el. Előbb leültetek, mint egy ilyen reális család. Észak-Ontérióban elmentünk egy étterembe enni, a nagyobbik fiam és a kisebbik fiam. Kisebbik, na már most hasonlít ránk? Igen. Na már most kijöttünk az étterembe. A nagyobbik biztos, hogy a tiéd? A postás esküdözöttre. Szóval kijöttünk az étteremből, és akkor arra jött egy katolikus apáca. Ja, persze. Komolyan. Hát most miért nem hiszel abban? Hát katolikus apáca. És megkértük, hogy fotózzon le. És a két srác összesugolt a hátam mögött, és abban a pillanatban, amikor az apáca meg akart, hogy hirtelen megfordulok, és letolták a nadrágjukat. Szegény apáca mit szólt hozzá? Szerintem másnap kilépett a rendből. Na, elközben elkezdem a teját. Várjunk csak. Így is olyanok egyébként, mint te? Tehát ilyen... Nem, egyébként, hogy egy pillanatra, hogyha ezt a képet megnézed, ebben tökéletesen szimbolizálva van, hogy az angol száz fiam, tehát akinek brit az anyja, ő mindig világéletemben visszahúzódó volt, tehát amikor elhangzott az a parancs, hogy nadrág le, akkor ő azért csak a fős nadrágját tolta le. A másik az egy francia vidám gyerek, az abban a pillanatban gyakorlatilag teljes báját az emberiség köszemlére. Tedd oda vissza, légy. Jó, parancsolj. Akkor legyen helyünk. Jó, lesz. Ezt is visszateszem, meg én ilyen rendszerető vagyok. Te nem, ugye? De kis utánad rendet kell tenni. Ízléses kis darabka ez itt. Mi? Hát én most nézem ezt a... Most ne dolgozz fel a díszletet egyenként. Ez egy lakás, mintha itt laknék. Egy-egy napra. Azt azért nehéz lenne elképzelni előzetes ízlésed alapján, de mindegy, elfogadjuk. Az ízlésemet szittad, vagy dicsérted? Én mindig sokra tartottam. Sőt, mi több, éppen azt akarom elmondani neked, hogy amikor itt beléptem és az öregedésre beszéltünk, te voltál az egyetlen olyan modell az életemben, akitől valamennyire lehetett tanulni az öregedést. A magyar társadalomban fut... Hát menj te a francba! Nem azt mondtam, hogy öreg voltál, de mivel van közöttünk 6 év, amit most nyilván le akart... 32 éves koromban tőled tanultam az öregedést. De nem úgy, hát. Te azért mégiscsak egy ilyen 5-6 évvel idősebb vagy nálam, 6 úr, ugye 6. Ugye? Én 58-ban születtem, te? Én 64-ben. Tudom, ne, most kezded meg én, de... 62-ben. Az idő múlásával akkor... egyre szűkül a távolság, nem nő. Na jó, 64-ben. Nem Medvecskilónával beszélgetsz, én nyíltan vállalom a korom. Na, szóval a magyarországi társadalmon belül, legalábbis egy olyan 10 évvel, 15 évvel ezelőtt úgy tűnt, hogy a fő bűn az öregség és az öregedés. Valahogy minden gyűlöltek, ami az öregsége vagy az öregedés folyamatával kapcsolatos, és nem voltak modellek előttünk. Aranyos kis darab, nem? Fölöpjük ugye a második emeletre. Nem? Te nem az a típus vagy, aki az ilyen szép dobozokat megőrzöd? Na, annyit megőriztem belőle, hogy gyakorlatilag lassan már dobozgyárat tudnék belőle csinálni. Annyi sokat teszel, édességet? A lakóhelyemhez igen közel van Bécs. Mert te hol laksz most? A Balatonfelvidéken, igen. Aha. Évekkel ezelőtt leköltöztem oda. Miért? Hát azért, mert Budapest már nem az a nő, akiben valaha szerelmesek voltunk. Tehát azért ez a város megváltozott. Erről neked más a felfogásod egyébként nyilvánvalólag, mert... Én egy városi ember vagyok. Nem. Szoktam mondani... De eredendően nem voltál városi ember. Igen, de azzá váltam, mindig is Budapestet óhajtottam az életembe, és aztán miután jelen lett, nem volt egyáltalán ellenemre, hiszen 19 éves koromtól, vagy 20 éves koromtól itt élek. Igen, na most nálam ez viszont azért van másként, mert épp múltkor volt egy ilyen furcsa paradigmaváltás az életemben, itt a Szent Johannással kicsapott rám a gőz, hogy amikor én Budapesten a Nyitra utca 8-ban megszülettem, meg fölnőttem, akkor mondjuk az első 6 vagy 7 évenben az utcában egyetlen parkolóautó létezett. Nem olyan régen, talán egy olyan 2 hónappal ezelőtt, amikor mentem egyszer haza anyáikhoz, ez volt az első alkalom, amikor nem tudtam parkolót találni ebben az egyébként eléggé széles és hosszú utcában. Tehát annyira megváltozott Budapest szerkezete. Azt utáltad meg a városban, hogy tele lett autókkal? A nagyobbik bajom az, hogy ma már például számomra hihetetlen elgondolni azt, hogy abban a lakásban 30 évvel, 40 évvel ezelőtt egy teljesen természetes napi rutin volt, hogy a nagypapám vagy én
naponta háromszor vagy négyszer lement a két emelettel mélyebb lévő pincébe, ott összerakosgatta a fát és fölvitte. Ma abban a korszakban, amikor már gyakorlatilag az fáradtságot jelent, hogy ennyit nyúljak a légkondicionálnak a kapcsolójáért, mert valahogy megszoktam, hogy ilyen távolságban, nehéz elképzelni azt, hogy tulajdonképpen köszönő viszonyban nincs az a két élet, amit élünk. Tehát tulajdonképpen valahogy úgy érzem, hogy itt a paradigmaváltás. De ez miért baj? Miért baj? Tehát egy csomó minden valaminek az árán, tehát valamit cserébe föladott az ember, de egy csomó minden meg sokkal kézzelfekvőbb, sokkal egyszerűbb. Nem akarok nagyon nagy butaságot mondani, mi vagyunk az utolsó analóg generáció. Te még tudtad, hogy hogyan kell felrakni a bakerit lemezt, még egy csomó olyan dolgot tudtál, ami teljesen fölösleges. És a hozzánk képest gyakorlatilag űrlényeknek látszó fiatalabb generáció gyakorlatilag teljesen más világban él. Nekem például egy borzasztó nagy nyomor volt szellemileg nyilván az, hogy mivel egy frissen alapított családom volt Kanadában, ott megszületett a gyerekem. Másfelől anyámék a saját szüleik iránt érzett lojalitásuk miatt mégis a vasfüggöny kellős közepén fölültek egy repülőre, és engem ott hagytak. Ha de várjátok, hogy kerültetek Kanadába? Hát apám az jazzzongorista volt, és akkoriban mondjuk a jazzzongoristáknak alapjából két lehetősége adódott az életbe, bocsánat, csak közben csinálom a teát. Tehát apád kapott ott egy állást? Kimentünk, és akkor én közben ott beleszerettem egy nőbe, ott maradtam az újszülött gyerekkel, meg a feleségemmel, és anyáik hazajöttek, és ez ráadásul a vasfüggöny előtti utolsó két év volt. És én ott iszonyatosan magamra maradtam, mert nyilvánvalóan egy brit családba beilleszkedni, hát szóval azért a britekre érvényes a mai napig ez a 17. századi meghatározás, hogy fagyos fogadtatás, jeges hús, hűvös társalkodás. Szóval nagyjából ez volt rájuk is jellemző, és hát mivel én ugye anyával egy ilyen nagyon közvetlen, nagyon érintő szeretőt voltam, ez baromira hiányzott. És mi ezt úgy próbáltuk valamennyire áthidalni, hogy egyetlen egyet akkor még nem sikerült a kapitalizmusnak megadóztatni, a telefon csörgést. Tehát én minden torontói éjfélkor, ami reggel 6 volt itt Budapesten, 3-at csöngettem anyának, és ő 3-at visszacsöngetett. És ha valaki tovább hagyta csöngeni a telefont, akkor az annak a jele volt, hogy föl kell venni, mert van nagy baj van. Így tudtam meg a ez volt a jelzés, hogy minden rendben van. És én most azon gondolkodom, hogy ha én mondjuk 20 vagy 25 évvel később születek, amikor gyakorlatilag mindenkinek a zsebében 5-6 olyan rendszer van, amiről 30 éve még a NASA nem álmodhatott volna, és bárki bármikor tud kommunikálni, valószínűleg egészen más lett volna, vagy másként alakult. Jobban vagy rosszabbul? Nem tudom kiszámítani. Régen, a régebbi korokban minden egyes búcsúzás valójában mindig egy kis gyakorlás volt a halálra. Nézd meg az akkori leveleket. Ma nincsenek bensőséges levelek, mert 24 órában online vagyunk. Tehát gyakorlatilag bárkivel bármikor 24 órában tudsz beszélni. Te inkább vonzódnál mindaz, ami volt, ami elmúlóban van? Én a dolgoknak, igen, a haldokló rendjét nagyon szerettem. Nagyon szerettem. De az egész... Különösen mindig is volt valamiféle beteges vonzódásod a halálhoz. Ez miért mondod, hogy beteges? Az emberek többsége számára az nem normális dolog, hogy az embert a halál, mint olyan foglalkoztatja. Sőt, akkor is foglalkoztatja, amikor erre egyébként még semmi oka nincs. De figyelj, mert 4,5 perc van, ki kell venni. Már több mint 6 perce van benne. Te ezt honnan tudod? Mert körülbelül tudom, mert abszolút halásod is abszolút halásom is van. Kis tejet bele? Kérek, jó. Szeretem. De azt nem nagyobb csészében kell inni? Nem, azt ebben. És egyébként azt tudod, hogy mióta raknak bele tejet? Mióta az angolok föltalálták. Nem, amióta első Jakabnak agyvérzése lett attól, hogy állandóan szétrepednek a teáscsészék, az ilyen vékony teáscsészék, és kitalálták, hogy először a tejet öntik bele, majd szűti egy kicsit, és utána öntik rá a micsodát. Ezt most találtad? Nem, megnézed. Figyelj, az internet korában élünk, vedd elő a kis toplopodat, vagy micsoda. A táskám ott van. Első Jakab, most ezt megjegyeztem, jó? Nem ér majd kimagyarázni. Ne? Szóval ott tartottam, azt akartam mondani. Azt mivel magyarázod, hogy neked például a közönséged mind a mai napig tetemes? Megtaláltam egy olyan réteget, amelyiket meg is tudtam szólítani. És most 25 éve vagyok Magyarországon, tehát 25 éve koncertezem Magyarországon, és hogy 25 év alatt a közönségem nem fogyott el, ez valószínű mindenségnek köszönhető. 25 évig nem lehet a közönséget hűíteni. Igen, valószínűleg. Egyébként kicsit meg vagyok sértődve, mert mint beszéltél a te kezdetedről, meg egyáltalán, hogy te hogyan a YouTube-on, hogyan népszerűsödtél, én meg abban a hitben éltem én szerencsét, hogy én csináltalak meg téged. Voltál egy névtelen orgonaművész, és ehhez képest bejöttél a Friderikus Show-ba, és másnapra megváltozott a világ. Na, akkor ezt is tizeláljuk. Tehát az 1990-es évek legelejétől nagyon sokan voltak a koncertjében. Vagy legelőször bementem hozzá a Friderikusba, akkor te magad mondtad ki ott a saját száddal, hogy egyébként Magyarországon olyan népszerű, valószínűleg, mint egy rockstar. Tehát ezt mondta? Ezt. Ott van. Biztos vagy? Sajnos.
oda... megkészítettem azt a felvételt. Akkor jöjjön el az igazság pillanata. Na nézzük akkor. Olyan népszerű, mint egy rockstar. És a New York Times nem lehet... Updatolták a szélességedet. Figyelmüket, szigorú kritikusa szerint az Orgona Horovica fűz. Orgona Horovica. Ugye valami. Lejje. És bár egy Orgona művész... Ha oda, de ennek csinálnék belőle rendes emberformát. Meg tudom csinálni. A mi Orgona művészünk majd meglátják, ennek hát lényegképpen ellenmond már megjelenésében is. Várnusz Szabér. Várnusz Szabér, Várnusz. Lejje. Ez vagy te! És azt te... De jó, te is hoztad megint a szép fiút, látod? Ja, ki felöltözve. Ó! Kis édes kis huncutkák! Na jó, elég. Te népszerűségednek tulajdonképpen a rakétaszerűen kirobbanó napja vagy pillanata ez volt? Ez volt, illetve hogy is mondjam, ez egy teljesen új kezdet volt. Ugye ez a műsor, ha jól lesz, mindig csütörtökön volt, ugye? Igen. És mindig pénteken volt a Budavári Mátyás templomban a szokásos filharmoniai koncert. És azon a napon, amikor lement ez a műsor, másnap fölmentem a Mátyás templomba, leültem a kedvenc sarkomba, és egyszer csak az összes orgonista fut, és átment a másik sarokba, és dühötten néztek rám. És ez egy teljesen új helyzetnek volt a kezdete számomra. Tehát én azon a napon fogalmaztam meg magamban a legpregnánsabban ezt, hogy a művész legnagyobb földi jutalma a kollégák irigysége. Mert hogy látták ők is a sót. Persze. Neked akkoriban gyakorlatilag a fél ország nézte, vagy szerintem még annál is több nézte a... Fél ország? Négyötöd. Négyötöd ország. És akkor én voltam a rés, amint betüremkedtél, és előadtad a te művészetedet? Egy teljesen új közönségréteget ezáltal fedeztem föl. És valójában itt találtam meg azt, akikről előbb beszéltem, hogy igen, van az a vidéki, szeretetreméltó nő, akinek nincsen semmifajta fogodzója, hogy hogyan indulhatna el a valóságos, szép zene birodalma felé, és nekik én lettem a védőszentje azzal a nappal. Mert tudták, hogy nem a szintetizátorból jövő moslékot fogják hallgatni, de ugyanakkor tudták, hogy azért, hogy is mondjam, bőbeszédűbb vagyok, mint általában azok az organisták, akik évszázadokon keresztül fölmentek, és némán játszottak, és unalmasan. Tehát, neked nagy fegyvered a beszéd, ugye? Igen, meg kellett újítani az egész műfajt, nem zárkozunk el a valóságtól. Most kimennénk itt az utcára, és szembe jönnének velünk gyerekek, akkor te is, meg én is nagyon jól tudnánk, hogy ezek éppen olyan távol vannak már Thomas Manntól, mint Bachtól, és az MP4 lejátszó a fülükbe, az minden bizonnyal nem a brandenburgi versenyeket játsza. De végül is azt mondom magamban mindig, mint ahogy nyilván te is a saját minőségi műfajoddal azt mondtad, hogy legalább egy esélyt adjunk ennek a szerencsétlennek, hogy életében egyszer végigolvashassa a menüt. Aztán, hogyha ennek ellenére mégis úgy dönt, hogy csak a somlói galuskát kéri, akkor nem fogjuk ráerőltetni a bécsi szeretet, csak egyszer lássa az egészet. És az a döbbenetes, hogy azokat, akiket valamilyen módon így az év, most már tizedek alatt sikerült a zenének a bűvkörébe bevonni, ezeknek nagyon része hűségesen ott is maradt. Tehát nagyon fontos volt. De miben áll még mindig a titkod? Tehát, hogy 10-20, most már mondott 25 év után, ugyanúgy hányan vannak a koncerten? Mindig megtöltik több ezren, vagy van úgy, hogy fél ház előtt játszol? Nem volt. Nem? Nem volt. Nem volt soha. De akkor miben áll ez a titok? Én alapjában tényleg szerelmes vagyok Johann Sebastian Bach zenéjébe. És én nekem gyerekkorom óta, 5 éves korom óta tényleg egy szinte erotikus boldogságot ad az, hogy Bach zenét hallgathatom. És ahogy idefele jöttem hozzád, a Balatonról végig a kocsinak a lejátszója végig Bach zongora versenyeket. Tehát tényleg hihetetlen boldogságot jelent. Ez egy olyan fajta eufória, ami Faludinak a költészet volt, vagy általában. De azért neked nagyon nagy erényed vagy erőd a szó. Tehát, hogy olyan módon vagy képes fűzni történetmesélésben a szót, ahogyan kevesen. Előadó művészek közül pedig igen kevesen. Legalábbis ritkán van az, mert te legalább a felét a koncertjeidnek beszéled, ugye? Hát Vásári Tamás is ilyen, hogyha jól belegondolsz. De te így születtél? Tehát ezzel a szókészlettel? Úgy értem, hogy már gyereknek is ilyen bőveszélye volt? Nem, én gyerek, voltam? Nem, gyerek, lehet, hogy gyereknek az voltam, de aztán utána a kamaszkorom elején rettenetesen gátlásos lettem. Ezt nem tudom, hogy... Ó. Hát sok mindent kinézek. Így beszéljen az ember őszintén. Ott vagy, ugye az te vagy édesanyád? Igen, az én vagyok. Szép asszony. Nagyon. Nem rá hasonlítasz. Most azt kérdezett, hogy az a kedves néger néni az a nagymamával, akkor az Roda Scott. Az Roda Scott? Tényleg? És ennyire jóba lettetek a sok koncertezés alkalmával, amit szintén én hoztam össze, mondanom sem kell, mert a második Friderikusóban én hoztam neked meglepetés vendég. Így van, így van. Nagyon szeretem őt, és persze szoktuk beszélni. Itt ugye édesapád, jól látom, ugye?
Nem látom, hogy csak fénykép felel látszik. Igen, apukám. Hát ez tényleg egy nagyon megható pillanat volt, ez az öcsém és apukám. Annyi történt, hogy apám miután kapott egy agyi infarktus, és neki hihetetlenül áldozatkészen ápolták őt. Sajnos egy teljesen ostoba balesetbe is belekerült. Egyszerűen ebbe a féltudati állapotba ki akart mászni a kórházi ágyból az intenzíven. Éppen nem volt ott egy nővér, hogy észrevegye, és keresztül esett a korláton, és az első és a második csigolyáját gyakorlatilag főzelékre törte. Tehát egyik baj a másik. És mivel akkoriban olyan borzasztó állapotban volt a szíve, éppen ezért nem lehetett megoperálni, úgyhogy ezt a Horn Gyula-féle úgynevezett hálót rárakták, és szegény apa 2 hónapig ebben élt. Az alatt föltuningolták annyira a belső szerveit, hogy egy műtét az megvalósítható. De azóta jó van? Jól, persze, csak azóta sem beszélt. Tehát olyan furcsa ez az érzés, hogy ott van egy bácsi, akit én rettenetesen szeretek, és nem tudom, hogy egyébként bent a nem beszélése mögött hány százalékban még az én apukám. Tehát, hogy semmire nem reagál? Nem, mindenre reagál, csak nem tud beszélni. És hogy fejezi ki magát? Festményeket. De jól működik a keze, jól működik az agya, csak éppen a szája nem, tehát nem tudja a mondatokat. Hát igen, csak hát ugye nem tudjuk, hogy azért a személyiségben változott-e valami, mert nincsen pontos kontroll. Írni például tud? Itt vannak a bajok tulajdonképpen a neveknél, meg a szósorrendeknél. De egyébként azt el akarom neked mondani, mert ennél a pontnál tényleg egyszerűen hihetetlen fontos momentum volt az életemben, hogy elmentem egy pár héttel ezelőtt egy szívműtétre. Nekem van egy nagyon jó barátom. Te? Én. Megműtötték azt? Nem én nézője voltam a dolognak. Ja. Egy nagyon jó barátom, aki körülbelül olyan régóta barátom, mint te vagy. Ővel azért nem kell időről összeveszni, mert ő, mint szívsebész rendszeresen utazik külföldre 2-3 éveket, úgyhogy az gyakorlatilag a veszekedés ideje. 20 éves barátság után most először úgy rávettem magam, hogy bemenjek egy műtétre, és egy 14 éves kislányt operáltak, és ráadásul ez egy ilyen történelmi jelentőségű műtét volt, mely teljesen újszerű technikát alkalmaztak. De mire voltál kíváncsi? Hogyha egy napon oda kerülök, akkor nyilván szeretném tudni azt, hogy a tudattalanság perceiben is körülbelül milyen környezet vesz engem körbe. És nagyon érdekes. Ez miért fontos? Nem tudom, hát talán az... Miért fontos ezt tudni? Kíváncsi voltam egyszerűen, rettenesen kíváncsi vagyok ezekre a dolgokra. Képzeld azt a teljesen valószínűtlen jelenetet, hogy ott van valaki a műtőasztalon, és tényleg élet és halál között lebeg. És iszonyatos tudásokat kellett előásniuk ott az orvosoknak az agyból, hogy olyan váratlan föllépő helyzeteket, amely, ahogy mondták, soha nem találkoztak korábban, azokat hogy oldjanak meg egykori egyetemi emlékeiből. És akkor egy beleélni magad abban, hogy ez most tényleg itt van, ez a kis teremtés élet és a halál határát. De túlélte, szerencsés. Túl, hihetetlen, és valami bravúrus műtét lett belőle. Úgyhogy olyan furcsa is ez. De mit tanultál te ebből? Tehát miért akartál ott lenni? Ha csak nem az én állandó mániám, hogy te mindig szereted kóstolgatni a halál közelségét. Valószínűleg mögött az egész mögött a halál végtelen félelme van. Te annyira szeretsz élni? Én nagyon, persze. Tényleg? Igen. Én nagyon... Mi a jó az életben? Mi az olyan nagyon jó? De ezt komolyan kérdezem. Az, hogy módonban áll választani barátság és ellenségeskedés között, módonban áll lojalitás és árulás között. Tehát, hogy egy csomó olyan kérdést raknak elém, ahol x-eletek jobbra vagy x-eletek balra. És ennek a választása, ez szép. A színkombináció. Tehát mindig minden hangulatot soha nem értél még korábban át. Mindig van benne valami újszerű. Hallgatsz egy Csajkovszki szimfóniatételt, közben a világnak egy számodra akkor tökéletesnek itt pillanatában vagy valakivel, aki még éppen az illúzióidat fönn tudja tartani, és újra megmutathatod neki, akkor újra felfedezed magad is. És azt hiszem, hogy ez tulajdonképpen talán a zenében is a számomra való kulcs, hogy én minden alkalommal újra megszülöm a dolgot. Így, hogy minden alkalommal a teremtés kicsi szeletét megkapom a saját hatáskörömben, ez így jó játék. Olyan furcsa lesz, amit mondok, hogy én most egy miatt nagyon irigyellek téged. És ez nagyon-nagyon furcsa lesz, amit mondok. Irigyellek téged, hogy te tudítottál anyád elvesztésén. Mert én ebbe bele fogok dögleni. Azt hiszem most is, hogy olyan szelíd lettél. Lehiggadtam. Kor teszi ezt, vagy a... Vagy a bölcsesség. Adjuk meg mind a kettőnek az esélyt. A válasz. Eljutottunk itt a napsugár öreg otthonban párhacsát. Napsugár öreg otthonban párhacsát. Neked mivel telik egy napod? Karban kell tartani a kecskéimet. Kecskéd van? Van kecském, gyönyörű kecskéim vannak. Cédelsorát, tehát jó?
Tényleg te nem gondoltál arra, bár megjelent egy köteted, most elolvastam. Egy? Tudod, hogy sokat írtam. És volt sikere? Volt, amelyiknek volt, volt, amelyiket észre se vették. Hány példányban kellett el? 4-5 ezerbe maximum. Talán nekem sikerült egyedül 95 ezret eladni. Na jó, hát persze. De rád érvényes az, amit a Honti Hanna mondott a Csárdás királynőbe. Ha az ember egyszer elindul a lejtőn, nagyon nehéz megállni, még fölfele is. Mindenre van egy történeted vagy hasonlatod? Hát, mint látjuk, igen. De hát azt hiszem, ez becsülöd is bennem. Jó, hogy mindjárt minősíted is magadat. Hát mi tudtunk azért mindig egymás érdemeinek adózni. Én például mindig adóztam a te érdemei. Te szerintem lehet, hogy... Gondolkodom, hogy vajon én is-e? Hát nem, mert te ilyen nagyra vágyó voltál. Akkor még nem érted be azzal, hogy egy remek muzsikus a barátod, hanem te mindenképpen ilyen Naomi Campbellekre vágytál. De az most hát már az nem ugyanazban a tartományban volt nyilvántartva. Nem, egyébként azt hiszem most is, hogy szelíd lettél. Igen. Lehiggadtam. Kor teszi ezt, vagy a... Vagy a bölcsesség. Adjuk meg mind a kettőnek az esélyt. Ja, Istenem. Nálad egyébként a valóság és a fantázia az tulajdonképpen egymás segítségére van, ugye? Tehát, hogy van a valóság, és akkor időnként beleírsz néhány fordulatot. Figyelj, most ott van például, vegyük a József Attila temetését. Faludi egy életen keresztül állította és verset írt, hogy ott volt. Fejtő, aki tényleg közeli barátja volt József Attila, kamerába elmondta, hogy Faludi életében nem volt a környék, és a József Attila, meg a József nem szerette őt. De ennek ellenére benne van az életműben. Hát most egyébként számít, érted, hogy most két sír, hogy vitatkozik a Kerepesi temetőben egymással. Hát. Az a lényeg, hogy irodalom fakad belőle. Ez igaz. Azért, hogy odaégetsz a vér, ne emeljem le. Oldalrébb. Igen, az nagyon jó lesz. Ilyenkor a legfinomabb, ízletes és rákot okozó. Tehát nem baj. Végülis mindenki éljünk örökké. Te mondod? Hát eddig arról győztél meg, hogy szeretnéd az örök életet. Nézd, ez nem opció, hogy az ember válassza a halált. Ez nagyon jön. Kérdezd, milyen furcsa lenne, hogyha most tényleg reggelre kettenét meghalnánk. Istenem. Nagy nézettség lenne. Nem még akkor gyorsan ezt belehányjuk oda. Mindenkinek neked jó humorod van, és mégsem éltél belőle. Mert én máshoz is értek. Neked mivel telik egy napon? Most bármilyen viszont egy gyakorlok. Hány órát gyakorlok? Akkor ugye karban kell tartani a kecskéskönyémet. Kecske! Kecske! Kecskéd van? Van kecském, gyönyörű kecskéim vannak. Hány kecskéd van? Most 90 éppen, de most szaporodik majd a számuk, mert... Miért vettél kecskét? Azért, mert ugye van ott 7 hektár, amit karba kell tartani, ez ilyen félig-meddig örökség, és azt kecskék olyan aranyosan elintézik. Tehát gyakorlatilag... Lelegelik? Iszonyatosan sokat tesznek. Aztán mi van? Rengeteget kell olvasni, akkor ugye kell... Mi az, hogy rengeteget kell olvasni? Hát minden nap olvasok legalább 50 oldalt. És hogy ennyi történetet tudsz, meg ennyi mindenkihez kötődő történetet, ez azt jelenti, hogy jegyzetelsz is? Nem, az agyam. Agyam elég jól jegyzetel. Hát, napi 40 oldal a kötelező, azon fölül még vannak opciók. És milyen típusú irodalmat? Az a baj, hogy nem lehet így behatárolni nagyon, mert csak egy e-bookkal járok, és abban van most azt hiszem 35 ezer kötet. Párhuzamosan én általában 4-5 dolgot olvasok. Vannak a napi bestsellerek, amik visszatérnek, hogy nagyon szeretem Márainak a naplóit olvasni, mert... Márait világéletedben nagyon szeretem. Igen, közel áll hozzám ez a hangulat, igen. És neki minden humor megnyilvánulása véleményem szerint rettenetesen keserű és szarkasztikus volt. Tehát olyan... Azért általában mindent minimum iróniával, de inkább cinizmussal intézel el. Van olyan teljesítmény tényleg? Van olyan teljesítmény, amire te tisztán fölnézel? Hát például, amit szívsebész barátom csinált, ez egy hihetetlen teljesítmény volt, ami az orrom előtt jött létre. Ez valami egészen... Azon nem szokott egy ilyen helyzet elgondolkodtatni, hogy ő valami olyat csinál, aminek van értelme? Nyilván mindennek van értelme. Hát, hogyha így nézzük, akkor mindent le tudunk annulálni, mert akkor már csak a szívsebészek maradnának meg a szakácsok, mert az egyiket, tehát a másik az pedig életbe tart. Tehát azért nem, nyilván annak is, amit te csinálsz, annak is van értelme. Amit én csinálok, annak is van értelme. Szóval én a magamét nem látom. De van. Az embereknek álmot adni, vagy éppen az álmaikat kiegészíteni, ez legalább olyan. Várjátok, ezt most jó megkeverik. Sokat főztél, nem? Mihez képest? Hát kettőnk közt képest, úgy értem. Hát ennyit azért ketten nem eszünk meg. Ide még a kecskék is jöhetnének jól lakni. A kecske, amelyik rajong a cézás alatt. Van nevük? Kecskének hívom őket, mint a kiskutyát is kiskutyának. Van kiskutyád van, is? Van, tündéri aranyos jószer. Milyen fajta? Van az a régi vicc, hogy oda megy egy kisfiú, egy néger kisfiú az apjához, és megkérdezi, hogy apuci, hogy lehet, hogy anya is fehér, te is fehér vagy, és én néger lettem, mert azt mondja, hogy ezek az a kisfiú. Akkor egy buli volt azon a napon Johnnál, az a csoda, hogy nem ugatsz. Az... Azt hiszem...
Örülök, hogy ez hozhatnál sikert. Azért nem vagy egészen normális, azt mondja, tudod? De ezt hidd el, hogy egy hozzám hasonlatosan elmebeteg tudja csak igazán értékelni. Köszönöm egyébként. Te milyen családból jössz? A szüleid mivel foglalkoztak? A édesapád jazzorganista volt? Zongorista. Zongorista. Anyám pedig az első generációs programozó matematikus volt, és valahogy úgy hozta a sors, hogy nagyon sokszor anyának az ügynök gépideje az éjjel volt. Úgyhogy itt voltam is. Mi bejártál vele? Nagyon sokszor bementem este vele. Nagyon szuverén gyerek voltál? Nagyon. A magam kis furcsa világába értem. A számomra egyáltalán nem volt az meglepő, ami a környezet számára mondjuk meglepő volt. Talán még emlékszel, hogy akkoriban március 21-dik az sajnos a világ számára nem Bach születésnapját jelentette, hanem a tanácsköztársaságot, és az iskolákban szünnap volt, de ilyen úgynevezett aktív szünnap, amikor be kellett menni, és ilyen akadályversenyeket kellett játszani. Az igazgatónőnk az a munkásmozgalomnak egy régi nagy öreg harcosa volt, és kitalálta, hogy mi magunk kreáljunk játékokat, ami részben ügyességi játék is, részben szimbolizálja a magyar történelmet. És én rögtön kitaláltam a Dózsa György emlékjátékot, ami annyiból állt, hogy Illi nénitől, az iskola gondnokától elkötöttük az ilyen egylapos rezsóját, bedugtuk, és ki tud tovább ülni a rezsóm. Volt egy barát. Ott a Dózsa György. Emlékjáték. Hát én azt gondoltam, hogy ez a dolgok normális mellettében is ennyiben beilleszhető dolog az én kis világomban, ez úgy belefért, igen. De hamar leszakadtál a családodról? Tehát hamar önállósodtál? Hát anyagilag, meg egzisztenciálisan igen, de érzelmileg szerintem soha. Ez mit jelent, hogy anyagilag? Tehát, hogy 11 néhány éves korodban már te magadat tartottad el? Nem az, hogy magamat tartottam el, de hát azért az biztos, hogy messze megkerestem a zseppénzre valót. Mert hiszen azért már eléggé korán belekerültem ebbe az egész koncertkörforgásba. De a ti családotok az egy ilyen kispolgári család volt, vagy nem? Középpolgári család volt. Tehát nálunk nagyon-nagyon szaporan áramba jöttek a könyvek, rengeteget olvasott a család, és ez nagyon meghatározó volt. Én nagyon sokáig, tehát olyan 11-12 éves korom még egy szobában laktam anyával, és az ágyunk között volt egy ilyen kis éjjeli szekrény, amit csak a könyvekre tartottunk, és minden este, soha nem néztem tévét, minden este 8 órakor lefeküdtünk az ágyba, és 10 óráig mind a ketten olvastunk. Tehát ez egy ilyen nagyon... Szótanul egymás mellett. És akkor én úgy körülbelül 40-szer megkérdeztem anyától, hogy anya szeret, és hogyha mondjuk anya éppen egy gondolat olvasása közben volt, és nem rögtön válaszolt, akkor olyan sírógörcsöt kaptam, hogy majd meghaltam. Miért volt valamiféle hiányérzeted a tekintetben? Amennyire emlékszem, nem lehetett volna hiányérzetem, hiszen tényleg mindent megkaptam. De úgy látszik, telhetetlen voltam. De őket nem okolod? Tehát ők nem adtak nem, valóban keveset? Nem. Hát más. Vagy csak nem akarod őket ma már megbántani? Nem. Én elmondanám neked őszintén, mert végülis tényleg az embernek ezt előbb-utóbb nyilván tisztáznia kéne magában. Hozzáteszem, hogy, és ezt anyával nem olyan régen egy beszélgetésben tisztáztuk is, hogy nem nagyon tudott mit kezdeni nagyon fiatalon egy gyerekkel. Ő nagyon fiatalon szült téged? Nagyon. Hány éves? Szerintem 19 volt, amikor megszült. Igen. Uh-huh. Ő még utána járt iskolába. Tehát tulajdonképpen ezért egy kicsit a nagyanyámra voltam bízva. Ez volt az oka annak, hogy te viszonylag hamar le is kapcsolódtál a családi életről? Tehát az, hogy te ott maradsz Kanadában, azt értem, de azért tulajdonképpen onnantól kezdve egy jó darabig évtizedekre is lehet ezt mérni, vagy évtizedekben is lehet ezt mérni. Nem nagyon voltál a családdal, a édesanyáddal, édesapáddal szoros viszonyban, nem? Mi nálunk az elengedés és a szabad elbocsátás, ez nagyon, nagyon nehezen ment. Mert nagyon hosszú esztendőkig, és újabban megint, mielőtt valami döntést meghoztam az életemben, azért általában anyáé volt az utolsó szó, és ő általában beszélt erről apával előtt. De évtizedekig is? Tehát mondjuk akkor, amikor én szorosabban ismertelek, akkor is? Akkor volt ennek a dackorszaka. És az volt az az évtized, amikor csak észrevettem, hogy nekem a szüleimet nem tisztelnem kell, hanem szeretnem kell. Nem írja át az agyad ebben a mai állapotban a de múltat? Lehet, de ezt nem tudom nyomon követni. Ők büszkék voltak valaha is rád? Büszkék. Azt hiszem, hogy büszkék. Nagyon megfontoltad ezt a választ. Nem, én szóval sok tekintetben nyilvánvalóan a saját utamat jártam, és anyám ennél sokkal inkább társadalomtisztelő volt. De egy ponton azt hiszem, hogy igazat adtak nekem. Egy ponton igazat adtak. Ki is mondták ezt manapság? Vagy mostanság? Most már bőven, persze. Igen? Mondok egy történetet, amire emlékszem. Téged nagyon megrázott abban az időben, amikor közelebbről ismertelek, hogy apád olyan módon volt szemben veled,
önző, nem tudok jobb szót most hirtelen, hogy még a saját élelmiszerét is egy kazettában, egy zárható kazettában tartotta a hűtőszekrényben. És ezt te olyan módon nem tudtad földolgozni, hogy ezt hosszan volt viszonyítási pont apád és a te kapcsolatod. Inkább... De ugye jól emlékszel? Jól emlékszel teljesen, csak inkább talán azt mondanám, hogy... Elzárt a gyerektől az élelmiszer, hogy az neki megmaradjon. Igen. Ez a fajta... kicsit dzsungel önzés, amit mondjuk apám akkor ott mutatott. Ebben egy kicsit magamat láttam a későbbiekben, mert utóvégre, hogyha mondjuk egy kicsit kiteljesedett a formában is, de én ugyanezt csinálom. Tehát azért az önzés mechanizmusa öröklődött, csak én nem a vérsét rakom be a verteinkozettába, hanem az számomra ennél sokkal értékesebb dolgot. Az, hogy a kötődés nálatok ilyen szertelen volt, vagy hogy fejezzem ki, tehát nem volt eléggé, hogy úgy mondjam, szoros, ez később a te, nem tudom, családválasztási modelleidre is rányomta a bélyegét, tehát az, hogy neked egy nőtől van egy gyereked, majd egy másik nőtől egy másik gyereked, az, hogy a gyerekeket el tudtad hagyni, és akkor hosszú évekig nem is volt semmiféle kapcsolatod. De volt, volt, ez mi volt? Na, hát azért nagyon hosszan, 11 néhány év után, hogy nagykorúvá lettek onnantól kezdve. Nem, hát bocsáss meg. Kimaradt körülbelül 8-tól 12-ig 4 év. Az tényleg egy ilyen... Egy 8 éves koráig te? Igen, akkor rendszeresen találkoztunk, persze. Hol? Hát nem jött ide Magyarországon, dehogy megint éltél? Ide. Dehogy nem jött ide. Hát ő sokszor voltak Magyarországon. Hát 12 neki... éves korában. Nem, hát ő neki volt magyar rokonsága is. És a másik gyerek? Ő hány év kihagyással lett újból a tiéd? Ővele találkoztam a 90-es évben többször. A gyerekek neked abban a köztes időben jelentettek bármit? Mert nekem egy kicsit úgy tűnt, hogy nincs neked kötődésed, hozzájuk sem. Nem az, hogy nincs kötődésem, másmilyen. Tehát sokkal barátibban viszonyultam hozzájuk, mint az anyjuk. Ez örökké egyfajta cinkosságot jelentett. És nem fogod soha bánni, hogy igazán befolyásra nem voltál egyik gyerekedre sem? Gyanítom, hogy az életemmel és a hivatásommal nem lett volna teljesen összeegyeztethető az a kettő. Tehát... valószínűleg ilyen értelemben a magánéletem nem sikerült. Mert én úgy hiszem, hogy mindkettő... De soha nem bánod? Tehát amikor magadra maradsz és ezen gondolkodsz ezen egyáltalán? Azért nem, mert az, hogy a gyerekeimmel nagyon szeretjük egymást, ez bizonyos. Azt viszont tudom, hogy olyan sok, most ez furcsa kifejezés, hogy olyan sok szellemi gyerekem van. Olyan sok emberbe sikerült a zene szépségének az örömét. Hát ez nem ugyanaz, ez csak duma. Ez csak duma. Hát ez természetes, persze. Ez nem az, hogy elvitatom, csak ez nem két azonos érték. Bár hajlamos vagyok arra, hogy nagy emberek mondásaival vitézkedjek, és most is így fogok ezért tenni, de Anatole France azt mondta, hogy Isten a barátokkal kér az embertől elnézést a rokonaiért. Utóvégre az embernek egy idő múlva teljesen természetes módon lesz egy választott családja is. Volt például nyilvánvalólag egy nagy papám, vagy kettő nagypapám is volt, vagy egy nagyanyám, nagyapám, az egyiket Fejtő Ferencnek hívták, a másikat Faludi Györgynek, volt egy pótmamám, Kistétényi Melinda, volt egy nagybátyám, Molnár Gál Péter, voltál te, mint testvérem, és azért az ember nagyon jó. Úgy építettél magadnak egy családot, a családod, az igazi családod helyett? Igen, volt egy választott család, és volt egy biológiai család. Erre miért volt szükség? Vagy egy... A választott családra. Hát mert a választott családot az ember nyilván bizonyos racionális elvek szerint építi fel. És ebben a választott családban te nekem nagyon sokáig a bátyám voltál. Ezt lehet, hogy akkor nem mondtam el neked, de te nekem nagyon sok tekintetben előttem a csapáson járó mintaadó voltál. Hát ahhoz képest azért jól le tudtál mondani a családodról. Én türelmetlen voltam veled, mert én egyet nem vettem akkor figyelembe, hogy te akkor egy borzasztó nehéz időszak előtt álltál. És az az nehéz időszak, amennyiben? Ami előtt most én állok. Amennyiben? Olyan furcsa lesz, amit mondok, hogy én most egy miatt nagyon irigyellek téged. És ez nagyon-nagyon furcsa lesz, amit mondok. Irigyellek téged, hogy te tudítottál anyád elvesztésén. Mert én ebbe bele fogok dögleni. Én amikor ez megtörtént veled, én akkor az utolsó hónapokból egy kicsit láttam még, amikor látszott, hogy teljesen egy más, hogy is mondjam, üzemmódra zakkantál akkor át. Akkor azon gondolkodtam, hogy én azon a ponton, ahol te akkor egyébként eléggé keményen és elég céltudatosan keresztül mentél, én azon a ponton valószínűleg feladtam volna az egészet. Ha valamikor igazságtalan voltam veled, az leginkább az, hogy te már bizonyos jelekből, meg bizonyos tünetekből tudhattad azt, hogy ez hamarosan rád vár, és lehet, hogy attól egy kicsit akkor elváltoztál, vagy deformálottál. Azt el tudom képzelni. Ami viszont tény, hogy a te, hogy is mondjam,
a te szerepedet vagy karakteredet soha nem pótoltam ki aztán mással. Tehát ebből egész pontosan... Meghaltam örökre. Nem, egészen pontosan sokkal egyszerűbb a magyarázat, hiányoztál belőle. Na erre se számítottál itt két Riesling után, hogy... Hát azért jól bírtad. Ha nincs ez a műsor, még kiágyoztam volna életed végig. Hát legalább, hogyha már egyszer találkozunk, akkor te fizes. Elmehetek pisilni, tudom, ez most nem méltó végszó, de nagyon csoda, hogy ennyi után még csak most kell. Felveszek. Hú, milyen kis kabin. Mit veszel föl? Felviszem ezt a kis szemüvegemet, azért ezt meg a látlak. Intellektuális akassál? Nem, hanem hogy jól lássam a vonásaidat. Ami a vonásaidat illeti, te a külsőségekre sokat adsz, ugye? Nem, egyre kevesebb. Jaj. Hát most jajgathatsz ilyen. Emlékszem arra, lehet, hogy kibeszéllek, majd legfeljebb letagadod, de hogy te azért ilyen-olyan szépészeti beavatkozásokat magadon végrehajtottál. Nem, egyetlen egy olyan szépészeti beavatkozás volt, amit végre. Eleve kettőről tudok. Igen. Valójában egyszer csináltam egy ilyen egyszerű csereüzletet. Egy nagyon kedves barátném, aki egyébként plasztikai sebész, az szeretett volna bejutni a Művészetek Palotájának az Orgonavoto koncertjére, amire akkor már fél éve nem volt jegy. Uh-huh. És akkor megkérdeztem, hogy mit érhez meg neked, és akkor azt mondta, gyere be hozzám, megbeszéljük. Bementem, és akkor úgy átnézegetett engem, kizárólag ilyen húspiaci szempontból, hogy mit érdemes változtatni, mit nem, és akkor egyetlen egy. Azt mondta, hogy egész évet kell, hogy ingyen játsszál neki. Jól van, szemtelenk, egy már csak ez maradt neked. Itt hozzak neked így. Ingy... Hát csak így sétálok. Nem menekülj ki a szituációt, nem fogom elfelejteni a kérdést. Figyelj, hát nem, csak én most így gondoltam, hogy átülök például erre a motorra. És akkor végignézett hús szempontból végignézett, és akkor végül is egy bőrön akott fent. Bőrön? Igen. Mely részeden? Igen. Az arcán az embernek van egy olyan pontja, amit a legcsúfabb, hogy is mondjam, nyomot tudja hagyni a gravitáció. Na jó, akkor megkérdezem, a szemhéjadat? Nyelvemből vágtak le egy darabot, mert túl éles. Hát még így is hosszú lett. De miért? Az egyébként az ember szem általában nyitva van, tehát nincs értelme annak. Vannak a tangóharmonika szeműek, és vannak a normális szeműek. Én milyen vagyok? Közelebbről megnéznek, annyira nem jó a szemüvegem. Megnézem, hát egyébként nagyon egyszerűen kideríthető. Ő is ennyit csinált, hagyd le egy kicsit a szem. Igen, így megfelelő, és hogyha ott marad, de hát igen, neked is. Mi? Hát azért... Tangóharmonika szemem van? Szemhéjam? Ezzel még csak egy röviden menületet lehetne eljátszani, de azért már elindultuk a Beethoven szimfóniát. Na és neked? Ugyan. Akkor mutasd meg a tiédet. Hát nem fog semmit látni, mert remek munka. Látsz valamit? Nem, egyébként egyenes, de nekem nem egyenes. Mi nem a egyenes? A szemhéjam. Nem, tehát magyarul nem. Gyűrött? Ja, hát igen, tehát azért már érezni rajta, hogy egy kicsit úgy megereszkedett. A válasz. Eljutottunk itt a napsugár öreg otthonban párhacsa. Napsugár öreg otthonban párhacsa. Na jó, menjünk aludni, jó? Pár a csata helyet. Törődj bele! Éjszaka van és alszunk. Miben? Nem szerepelsz tovább. Máma már nem hasadsz tovább. A szíven ütött, amit mondtál, hogy rettegsz anyád halálától. Ugye ez téged már ennyire foglalkoztat? Hát, sokszor kellett mostanában lemodellezni ezt az állapotot, igen. Apádon? Vagy apád miatt? Apám miatt, meg ott nagyon rezgett a lét anyám alatt is, mert apám betegsége egy olyan fizikai leépülést indított el, hogy úgy féltünk, hogy ennek nem lesz ütközője a végén, és ez belefut a halálba, de aztán valahogy ponton... Tehát ő még fiatal, 60? 70. 70 éves. 72 szegény. 72? Igen, de... De nem mondom, az a nagy szerencsé, hogy egy bizonyos pontig gurult, és tényleg olyan volt, mint amikor látod a szörnyű filmekben, vagy valamilyen ilyen gurus felvétel, hogy valaki elkezd gurulni a szakadékba, és... jön az annál nagyobb szakadék, a szörnyű mélység, de valahol az utolsó pillanatban egy kő megfogja, és anyával ez történt. Tehát egy ponton túl nem is, hát ugye vizsgáltattuk, ahol csak lehetett anyát, és kiderült, hogy gyakorlatilag fizikai baja nincsen. Igen, ez egy érdekes dolog. Én, aki túl vagyok rajta, hogy bármennyi erőd van, bármennyi hited, bármennyi akaratod, fogod és
olyan, amint mindig úgy képzeltem, amikor tudod, ilyen sziklamászás közben egy már fönt van, és fogja a kézzel, de nem bírja, és csúszik, csúszik, csúszik ki, és egyszer csak. Jó éjszaka! Jó reggel! Álmodtál valami érdekfeszítőt? Szinte nem is aludtam. Tényleg? Hát ha álmodtam, akkor ébren álmodtam. Én minden álmban olyan különös helyekre jutok, olyan furcsa ez. Mindig álmodsz? Mindig, most is. És most ráadásul ugye nagyon direkt az ébredésem, tehát teljesen. Képzeld el, olyan furcsa, hogy értelmes mondatokat álmodok mindig. Igen? Igen. Hát persze, te milyeneket álmodnál? Hát lehetne zöldséget is. Tényleg is. Ja. Az ember nappal sok értelmestől beszél, akkor lehet, hogy éjjel kompenzál, tudod? Akkor kijön a moslék. Na jó, itt de nem baj. Össze-vissza beszélsz. Nem baj. Elmegyek a fürdőszobába, jó? Addig te még pihengessél. Igazi klasszikus angol reggelit csinálunk, jó? Azt akartam kérdezni. Visszafogott a decens vagy ma. Még kora reggel van, vagy ha nem is kora reggel, de reggel. De jól sikerült a reggel is minket, nincs ebben semmi baj. Nincs is rajtam smink. Ennyire nem öregszem. Kimehetsz a Stefániára, utána délután jönnek hozzád a vendégek, Báró Valenstein az öccsével, Ferenc József a kíséretével. Aztán négykor jönnek az ápolók. Te egy ilyen megrajtolt világban élsz tulajdonképpen. Beletelepítetted a fantáziádba. Igen. Mindazt, ami hiányzik az életből. És sokat radírozok benne. De tényleg? Szerintem ez így van. És élénk színeket használsz. Nem? Meglehetősen. És életlen kontrasztokat. Te körülbelül ilyen életet képzeltél magadnak? Nincsen bele semmi bajom. De nagyon sokszor hálát tettem a gondviselésnek, hogy alapjában ő egy életen keresztül azt csinálhattam, amit szerettem volna. Lojális lettem azokhoz, akik hozzám is lojálisak voltak. Abból a szempontból is szerencsés vagyok, hogy végülis 50 éves vagyok, és még élnek a szüleim. Egy hagyományos értelemben vett családra te soha nem vágytál? Talán azért nem, mert oly szoros a viszonyom a szüleimmel a mai napig, hogy ez azért sok értelemben pótolta ezt a dolgot. Meg úgy nehéz elképzelni számomra, de lehet, hogy talán azért, mert tényleg borzasztóan magas az inger küszöböm, nehéz elképzelni számomra, hogy mondjuk azt, akit 16-17 évesen megismertem, azt mostanáig el tudtam volna viselni. Mert én szerintem az én képem az az rólad, hogy rajtad kívül az univerzumban nincs más, és néhányan beférkőzhetnek ott a résen, a pajzsot illetően, de egyébként nem. Nem. Nem volt embertelen az univerzumom, tehát akik vendégként bejöttek ebbe az univerzumban, azok élhettek a vendégjogukkal, és azt hiszem, hogy senkivel nem voltam ezen a rendszeren belül ellenséges. De mindig mindent más a tekintet nélkül te döntöttél el, nem? Nem biztos, ugye, sőt, nagyon gyakran az ő érdekeiket, vagy az ő későbbi kilátásaikat is figyelembe vettem. Csak nem feltétlenül voltam szófogadó, azt hiszem, ezekben a dolgokban. Szóval azt mondod, hogy így volt minden jó, ahogy volt, semmit nem bánsz, rossz csak egy ember. Na de kérdezem is, mi van, ha bánom? Mit tudok változtatni rajta? Nem akarsz menni átöltözni, vagy így mégy haza? Tehát így szállsz be az autóba, még azt is át tudom képzelni. Villás reggelit ettünk, tehát innentől fogva normálisan az ember még ledül a kerevetre. Még maradnál, mint Alekosz. Az ki? Jaj, de most mindenki ismeri. Nem akart elmenni. De lehet, hogy már nem volt hova. Nem lehet, de volt hova, csak nem akart. Egy pár ilyen két-három napot akarunk. Annyira jó. Nem is ágyasztál meg. De miért ágyasztam volna? Hát most kezdem ugye azért a járókába már kidobálni a játékaimat, szóval most majd elkezdődött az a kis belső hiszt. Elkezdődött? Az a kis belső hiszt, hogy most már jó lesz magam belenni, jó lesz egy kicsit befészkelni az autócskába menni, Bachot hallgatni. Aránytalanul keveset hallgattam most a Bach rovására a komoly zenét, úgyhogy nagyon finom volt, köszönjük. Én köszönök mindent, jó nagy rendetlenséget hagytál, de majd szorgalmasan így van. Rendet teszek. Szerinted Waterloo után az érintett vele kimentek és porszívoztak a csatatéren? Jól van, szervusz. A második kétfogásunk életünkben. Ez a kijárat.
ha nyílik. Nyílik. Szia! Elment. Hátra se nézett. Fú, de nagy rendetlenség van.